Incsiklandó illatok vezettek a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Túri Tag intézményének tankonyhájáig, ahol a mesterjelöltek reggel óta folyamatosan készítették a süteményeket, tortákat, keltésztákat, azaz a vizsgatermékeit. A megyéből 8-an jelentkeztek arra, hogy tudásukat bemutatva mesterré váljanak. Pénteken a gyakorlati feladatok várták a jelölteket, az írásbeli, majd a szóbeli vizsga után kaphatják meg a cukrászok a mesteroklevelüket. Nagyon kevesen jelentkeznek, de most egy picit ugye muszáj jelentkezni, mert országosan csak azok a munkahelyek foglalkoztathatnak tanulót, akiknek legalább egy főmester cukrászuk van. És emiatt hát egy kicsit kötelező is az üzleteknek vagy az üzemeknek egy-egy embert elküldeni, hogy mesterlevelet szerezzen. Szirmai Judit a gyakorlati vizsga egyik tételeként pohárkrémet készített, és azt is elárulta, mitől mestercukrász valaki, és a mesterek által készített desszert mitől mesteri. Alapvető feltétele manapság szerintem egy valamire való kézműves cukrásznak vagy cukrászatnak, hogy minőségi alapanyagokból dolgozzon, ne helyettesítsen semmit semmivel, csokoládé az csokoládé legyen, ne ízbevonó, a tejszín az állati legyen, ne növényi hab, és vajat használjunk lehetőség szerint mindenhová. A megmérettetések után a mesterjelöltek kedden vehetik át mesterlevelüket.